Kedves nézőink, a télből most egy kicsit visszarepülünk a nyárba a Fehérvár Televízió városismereti műsorában, és egy válogatást fogunk majd mutatni önöknek Fehérvár belvárosát bemutató korábbi adásokból. Mikor és hányszor épült át a fehérvári bazilika, ki volt Budenz József, az Arany János utcai Budenz ház tulajdonosa, és milyen autómárka szalonja üzemelt 1926-ban a Magyar Király szálló földszintjén. Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is fényderül majd a most következő műsorban. A Városrészek titkaiban Sasvári Csilla kettő kiváló szakemberrel beszélget. Tartsanak velünk! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Székesfehérvár gyönyörű városrészeit bemutató sorozatunk talán éppen a koronájához érkezett, hiszen a következő három részben a belvárosról fogunk beszélgetni vendégeinkkel, akiket hamarosan bemutatok, de mielőtt megtennénk, és mielőtt belevágnánk a történelemben, engedjék meg, hogy idézzem az egyik közismert internetes tudakozó írását, hiszen kíváncsi voltam arra, hogy ha valaki is ismeretlenül rákeres Székesfehérvárra, mi az, amit először olvashat róla. Székesfehérvár, latinul Alba Régia, németül Schulz-Weissenburg, megyei jogú város a Dunántúlon, a közép-dunántúli régió központja. Fejér megye és Székesfehérvári járás székhelye. Magyarország egyik legnagyobb, legfejlettebb és legfontosabb városa. Már ezt is jó volt olvasni, de ha tovább megyünk egy kicsit, találkozunk ilyennel is, hogy az egyik leggazdagabb múltú magyar város, a középkori Magyar Királyság egyik fővárosa, a királyi székhely és koronázó város, és csupa fontos dolog. És én azért örülök, hogy ezt most így elmondhattam és megoszthattam a nézőkkel, mert bizony koronázásról, királyokról sokat fogunk beszélgetni. Itt az ideje, hogy belevágjunk valójában úgy megismerni a belvárost, ahogy csak itt Székesfehérváron lehet, hiszen igazi titkok derülnek majd ki, köszönhetően vendégeinknek, akiket azt hiszem itt az ideje, hogy be is mutassak, elsőként Váci Már történész, a Városkutató Intézet topográfiai munkatársát. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megint itt lehetek, és hogy ezután a felvezető után, amivel gyakorlatilag az első adást át is léphetjük, folytatjuk a beszélgetést a belvárosról. És nagyon örülök, hogy köszönhetjük a mai műsorban Igari Antal műemlékvédelmi szakmérnököt, Fejér megyei főépítészt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát igyekszem majd eleget tenni az elvárásoknak. Hogy mennyire hiteles mindaz, amit tőled hallunk, az kiderül majd a beszélgetés közben, hiszen történelmi épületekben is éltél, és most is a belvárosban nagyon sokat megfordulsz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok minden kiderült. Mennyire szívügyed Székesfehérvár belvárosa? Hát tudod, ez az a kérdés, amire az ember nem vagy két szóval válaszol, vagy pedig másfél órában. Hát nyilván, ahogy említetted, itt születtem, itt laktam gyakorlatilag kezdettől fogva napjainkig, tehát nyilván szívügyem több épülettel közvetlen kapcsolatom van, munkahelyeim, és hát természetesen egyfajta elkötelezettség mindenképpen. De szerintem ennyi. Körülbelül így elsőre, aztán majd úgy menet közben úgy elmondogatom. Visszatérve a műsor hagyományaihoz, Márk, arra kérlek, hogy először határoljuk be, hogy meddig is belváros a belváros. Viszonylag egyszerű behatárolni, hogyha a közlekedési táblákat figyeljük, akkor nagyjából el tudjuk képzelni, hogy hol helyezkedik el ez a belváros. Én itt mindig egy szűkebb értelemben vett belvárosról szoktam beszélni. Ugye, hogyha nézők emlékeznek még rá, vagy akár rádióhallgatók, a Zicsi-ligetet én például mindig a Felsővároshoz szoktam már sorolni. Igaz, hogy azért a történelmét és kialakítását minden egyébet tekintve, meg reprezentativitását tekintve a belvárosnak egy szerves része, de hát mégiscsak egy nagyon fontos forgalmas út választja el igazából ettől a belvárostól. Ha még szűkebben veszem, akkor lehetne azt mondani, hogy az egykori budai kapuig terjedt mondjuk a város abba az irányba, a mai Felsőváros vagy korábbi budai külváros irányába, akkor viszont le kéne választanom róla a színházat, le kéne választanom a Gallaházat, a Magyar Királyt, és nyilván ezt nem szeretném megtenni, úgyhogy mondom azt, hogy a Magyar Királyig terjed az egyik irányba, aztán a másik irányba, hogyha jövünk, akkor ugye
a Várkörút és a Romkertnek a sarka, igazából a Romkert kapuja, az, ami egy ilyen jelképes lezárása igazából magának a történelmi belvárosnak, egyáltalán a történelmi múltú Székesfehérvárnak, hogyha erről beszélünk. A Liszt-Ferenc utca sarka mindenképpen egy fontos határ ebből a szempontból, ugye itt található meg a belváros tábla egyrészt, tehát azért ez kijelöli a helyét. Másrészt ugye az egykori palotai kapunak a védműve, az egy nagyon fontos határvonalat képez. És akkor igazából, amit még ugye itt be kell határolnunk, ugye a Várkörút irányából, hogyha a Liszt-Ferenc utca felé megyünk, hiszen akkor ott is húzunk egy határt, ez pedig az úgynevezett Kisbudai út, tehát ugye a Szent István térről kifelé jöve a Budai útnak a kezdeti szakaszáig, én itt ugye Vörös Marti teret, azt már általában a vasútvidék, ezt szoktam sorolni, vagy hát ahhoz a környékhez, ahhoz a városrészhez, nyilván hasonlóan a Zicsirigethez, és ez is inkább a belvároshoz sorolódik, különböző praktikus szempontok miatt ugye én ezt általában át szoktam sorolni. A Várkörútat is most kihagyjuk ebből az adásból, az úgynevezett belvárosi szakaszát is, hiszen annyi-annyi mindenről fogunk most beszélni, hogy hát magáról a Várkörútról ugye egy teljes rádióadást készítettünk, és hát lehetne szerintem még három ilyen hosszút. Tehát inkább a szűkebben értelmezett belvárosról fogunk most tárgyalni, de hát ez sem egy kicsi terület, és rendkívül sűrű. Ráadásul, úgyhogy nagyon nehéz volt kiválasztani azt is, hogy miről beszéljünk egyáltalán ebben a 3x50 percben. És valójában még mielőtt tényleg belevágnánk a történetben, azért el kell mondani, hogy rendhagyó a helyszínünk, hiszen ez a műsor amellett, hogy a város különböző titkait megmutatta képeken kollégáimnak köszönhetően, amellett a stúdióban szóló beszélgetés volt. Most abban a megtiszteltetésben van részünk, hogy egy igazi hiteles környezetben, mondhatni Székesfehérvár szívében, a Városháza udvarán ülhetünk, és itt beszélgethetünk. A történelemről elsősorban, hiszen hogyha Székesfehérvár történetéről beszélünk, akkor a magyar történelem kezdete, ami mindenképpen figyelmet érdemel, hiszen mondhatjuk azt, hogy innen indult. Vágjunk bele. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy innen indult. Legalábbis az állam alapítás, azt mindenképpen ide tehetjük. Hát természetesen nem 896 a honfoglalás ideje, hanem a Szent Istváni időszámítás, ha szabad ezt mondani, az az 1000 környéki, hisz ő volt az, aki ezt valamilyen módon a központjává tette. Mindig kicsit el kell gondolkodni ezen, és ezen nyilván vitatkoznak is a kutatók, hogy milyen szinten volt ez központ, hogy most nevezhető ez mai értelemben vett fővárosnak, avagy sem, vagy csak egyházi értelemben vett központ, vagy csak a király koronázások szempontjából nevezhetjük-e központnak. Ez való igaz, hogy sok vitát gerjeszthet, és gerjeszt is napjainkig is. Nyilván itt az Esztergommal való, hogy úgy mondjam, elsőbséget lehetne megvitatni, hisz egyházi központ, hát a prímási székhely gyakorlatilag kezdettől fogva az volt. Na de a király koronázások nem igazán szóltak másról, mint Fehérvárról. Ugye voltak olyan időszakok, vagy talán vannak olyan személyek, akik most is kétségbe vonják, hogy Fehérvár volt-e, tehát hogy ez volt-e az a hely, ahol valamikor a királykoronázások voltak. Én úgy gondolom, hogy ezek már annyira, hogyan is mondjam, mitoszromboló elképzelések, hogy érdemben gondolom most nagyon nem is kellene belemenni, hisz oly sok minden szól amellett, hogy bár sok mindent nem tudunk pontosan. Írott emlékeink részben vannak, illetve nagyon töredékesek, na de olyan rom maradványok, amik szerintem egyértelművé teszik, hogy igenis ez volt az a hely, ahol valamikor Szent István létrehozta
a koronázó székesegyházat. Itt azért el kell mondani, hogy nyilvánvalóan őt nem koronázhatták itt, hiszen ez azt követően készült. Mint egy 1016 környékén kezdődött el az építkezés a különböző történelmi források alapján. Aztán később természetesen többszöri átalakítás történt. Gyakorlatilag még a román korban egy jelentősebb átalakítás. Majd a gótika idején is többször. A legnagyobb és utolsó ilyen átalakítás az Mátyás király korában, mikor ő a korábbi románkori szentét megbővítette a saját temetkező kápolnájával, ami már nyilván egyértelműen egy gótikus építmény volt. Az angol, hogy úgy mondjam, terminus technicus szerint ezt talán mondhatnánk a Lady Chapelnek, tehát az a miasszonyunk kápolna, ami a szentélyből szokott bővülni, legyen az egy ilyen zarándokhely, erekje, tartó vagy erekje őrző helyként, vagy sírkápolnaként, mint ahogy ebben az esetben is. És hát ugye eljött az óriási nagy cezura 1543-at követően, tehát a török hódoltságot követően, amikor ez a, mondhatni, hogy Európa szerte kiemelkedő építmény, hát rommá lett. Nyilván ezen is lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt romos. Hogy a török kivonulása után 1688-at követően lehetett-e használni, vagy lehetett-e volna felújítani az épületet. Nyilván sok minden lehetett volna. A történelmi forrásokból tudjuk, hogy használták is, még misézésre is használták egyes részeit. Na de teljesen profán célokra is, még füstölt áru tárolására is használták egyes, még mennyezettel zárhatóan kialakított részeket. De hát aztán gyakorlatilag elkövetkezett az az idő, mikor minden bizonnyal a Habsburg uralkodóknak nem igazán fűződött érdeke ahhoz, hogy a régi koronázásokat visszahozzák Fehérvárra, ugyanis nyilván a török idők alatt nem volt rá lehetőség. De hát ebből adódóan ugye elkerült Pozsonyba, egyrészt praktikus okokból töröktől távolabb, jobban védhető Bécs közelsége, és megmaradt a török kivonulását követően a Bécs közelsége, és még egy fontos szempont, nem kívánták minden bizonnyal az önálló magyar állam államiságát azzal hangsúlyozni, hogy visszakerüljön a koronázás. Természetes óriási összegeket emésztett volna fel az újraépítése, de annyi minden újat építettek, hogy bőven belefért volna, nem tették. Sőt, az történt, hogy kövenként széthorták, és nem csak a török. Az egyik ostrom során súlyosan megsérült, felrobbant 1601-ben, de mondom, használható részek voltak benne, vissza lehetett volna építeni. Sőt, egy olyan érdekesség is volt, hogy volt egy olyan városházi alkalmazott a 18. század elején, akinek az volt a feladata, hogy minél nagyobb bevételt produkáljon abból, hogy a romkertnek a köveit hogy tudja kiárusítani. Ennek meg is lett az eredménye olyannyira, hogy gyakorlatilag bármelyik belvárosi épület felújítása során megtaláljuk alapban, felmenő falakban, egyéb más, még feltöltésben is, majd valószínűleg kitérünk rá, az egykori koronázó székesegyháznak az emlékeit. Hát, tehát valahol idáig jutottunk. És hát aztán 1848-ban, mit ad Isten, ráleltek egy szokásos kút ásási során az első leletekre, mert ugye teljesen elplanírozták a helyet. Katonai gyakorlóhely volt a helyén, a 19. századnak az első felében, és mikor erre ráleltek, hát pont a szabadságharc első időszakában kellett, vagy kellett volna részben feltárni, elkezdték, de hát nyilván a hadi események ezért ezt gátolták, és végül az 1860-as években került sor nagyobb feltárásra, majd aztán az igazán nagyra 1936 és 38 között. És most tulajdonképpen
4-5 percben azt hiszem végig rohantam itt a történetén. Nyilván, ha bele tudunk még mászni egyéb részletekbe, akkor talán érdemes vagy lehetséges. Mindenképpen, és azért érdemes megjegyezni, hogy István király bazilikája előtt ugye Géza fejedelem már építkezett Székesfehérváron, amiről fogunk beszélni. A fejlődés, a kutatások fejlődése és a tudomány fejlődése rengeteg bizonyítékot hozott felszére, csak az elmúlt időszakban is, ugye a régészeknek köszönhetően, illetve a genetikának köszönhetően már bizonyítottan tudjuk királyaink maradványait azonosítani, tehát ezek olyan csodák, amelyek várhatóan a jövőben csak többet és többet derítenek ki Székesfehérvár és ezzel együtt Magyarország történetéről. De én azt hiszem, hogy itt az ideje, hogy elkezdjünk beszélgetni azokról a létesítményekről, amelyek elsősorban most még az emlékeket őrzik. Elsőként a középkori romkert, amiről beszélnünk kell. Igen, hát Tóni szerintem nagyon jól összefoglalta a prépostsági templomnak és egyáltalán a koronázó bazilikának a történetét. Ugye körülbelül 40 királynak a koronázása történt meg ebben a koronázó templomban. Ugye, ahogy Tóni is említette, nyilván Szent Istvánnak a koronázása nem itt történt. Egyébként vannak ezzel kapcsolatban elméletek. Ugye ez az egyik olyan kérdés, amiben Esztergom és Székesfehérvár folyamatosan verseng egymással. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell nekünk mindenben elsőnek lenni, tehát azért a tudománynak is hagyjunk némi helyet a nap alatt. Nem feltétlenül kell mindig ragaszkodnunk az aranyéremhez. Tehát azért igen, magyar államiságnak az egyik legősibb városa valóban Székesfehérvár, és a magyar államiság története az valóban nagyrészt Székesfehérváron kezdődött, meg hát másrészt azért Esztergomban is. Ezt ne felejtsük el, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy volt-e királyi palota, hogy most valaki itt ilyen logikus következtetésekből indul ki, és azt mondja, hogy már pedig egy királyi városban kellett, hogy legyen királyi palota, vagy régészeti leletekből indul ki, és azt mondja, hogy hát ezen a helyen nagy valószínűséggel nem volt, az is egy nagy kérdés. Majd a palotára egy nagyon rövid mondat erejéig vissza fogunk térni a ferences templom kapcsán. De igazából, hogyha a koronázó bazilikáról beszélünk most, és természetesen mindjárt a romkertre áttérünk, tehát ugye gyakorlatilag ennek a területén helyezkedik ma el, nagy részt legalábbis, akkor mindenképpen el kell mondani azt, hogy a koronázási paláston már megjelenik, tehát ez az első olyan említés és ábrázolás, amin már egyébként maga a templomnak legalábbis a kezdeti szakasza az már nyomon követhető. Úgyhogy itt erre már tudunk igazából hivatkozni, és akkor innentől kezdve ugye aztán beszélhetünk arról a sírkápolnáról, amiben 1031-ben Szent Imre herceget eltemették, 1038-ban eltemették Szent Istvánt, ugye ugyanabban a királyi magánkápolnában. Beszélhetünk a királykoronázásokról, amiknek ugye három nagyon fontos feltétele volt. Az egyik az az, hogy ugye Szent István koronájával történjen ez a koronázás, majd a későbbi szokásjog alapján a Szent Koronával, mint olyannal, ami ugye István korában még nem létezik. Ezt azért tegyük hozzá mindjárt. Bármilyen szép romantikus regények meg elméletek születtek ezzel kapcsolatban, semmi nem létezett a Szent Koronából Szent István korában. A másik az ugye, hogy Székesfehérváron történjen, a koronázó bazilikában, tehát ez nagyon fontos. Az akkori vagy egykori királyi székhelyen ez ugye mindig időfüggő nyilván, illetve vagy az esztergomi érsek jelenlétében és főcelebrálásával zajlódjon le maga a koronázási szertartás, a koronázási mise. És ugye ennek következtében hát voltak olyan uralkodóink, akik nem feleltek meg ezeknek a feltételeknek. Első, második alkalommal sem, tehát volt olyan például első Károly, akit ugye folyamatosan és következetesen Károly Robertként emleget a történettudomány is, meg a történeti emlékezet is. Én szeretem inkább első Károlyként emlegetni, kicsit hitelesebb ez az elnevezése, ő háromszor koronáztatta magát pont emiatt. Akkor Hunyadi Mátyás, akiről ugye sokat fogunk beszélni nyilván a mostani alkalommal, szintén kétszer koronáztatta magát, hiszen 1458-ban a Szent Korona még nem volt Magyarországon. És még lehetne sorolni egyébként, történtek olyanok is, amelyek az udvar részéről voltak tudatosan érvénytelen koronázások. Volt olyan is, amikor a király tudatosan érvénytelenül koronáztatta meg magát, hogy ne kelljen betartani az ország törvényeit, többek között a Szent Istváni vagy Szent Lászlói törvény. Tehát nagyon fontos dolgok történtek, és nyilván itt nem II. Józsefről beszélek, hiszen neki már a fehérvári király koronázásokhoz
gyakorlatilag semmi köze nincs, sőt, hát a királykoronázáshoz sem, hiszen meg sem koronáztatta magát. Minden esetre a koronázó bazilika az egy nagyon fontos helyszín ebből a szempontból, és tulajdonképpen innen indul Fehérvárnak a története. A királykoronázásokból, abból, amit Tóni is mondott, hogy ugye zarándokhely, elsősorban Szent István király révén, de hát természetesen különböző egyéb szentek révén is, csodatettek révén, egyházi központ, az országnak az egyik kormányzati központja, ugye Esztergom mellett, aztán majd Buda mellett, Visegrád mellett, tehát lehet ezt szépen párhuzamba állítani igazából más királyi székhelyekkel, településekkel, de mindenképpen ez az egyik legfontosabb helyszín. Itt Székesfehérváron, Alba régiában, ugye a királyi fehérben, ahogy nevezték ebben az időszakban, latinul, és ugye ebből bontakozik ki igazából magának a középkori romkertnek a nagysága, és egyáltalán az a szándék, hogy itt egy középkori romkert, aztán később ugye egy nemzeti emlékhely létrejöjjön, és nyilván hát ennek esnek úgymond áldozata álló különböző épületek, építmények. Na most a püspöki palotának a kertje, ugye a püspöki palota az nagy részt ennek a koronázó bazilikának a köveiből épül, aminek az utolsó átalakítása Tóni valóban jól mondta, Mátyás király idejében volt. Én 1601-re szoktam tenni az utolsó nagyon drasztikus átalakítást, amikor ugye a robbanás során gyakorlatilag kialakul az az állapot, hogy részben használhatatlanná válik. De igen, tehát arról is tudunk, hogy romkápolnákban miséztek pusztákon például a török után. Rómer Flór is rengeteg ilyen történetet leír az emlékezetből és különböző leírásokból. Itt Fehérvár környékén is számos olyan puszta település volt, az egykori árpádkori kápolnában, egy templomban miséztek, ami addigra szinte már teljesen megsemmisült. De valahol ugye egyházi tevékenységet kellett folytatni. Tehát ebből a nagyrészt elbontott bazilikából felépül ugye maga a püspöki palota, majd fogunk erről is beszélni természetesen, és ennek a kertjét adja oda az akkori püspök arra a célra, Svoly Lajos megyés püspök, hogy itt a romkert az gyakorlatilag kialakítható legyen, illetve már láthattuk egy villanás erejéig az Eisenbart házat, ami a Várkörút, illetve a mai koronázó tér sarkán állt, ugye ez egy többszintes ház, egy polgári ház, ami szintén elbontásra került, hiszen ennek a területén alakították ki részben a mauzóleumot, amiben ugye az Abanovák falkép is megtalálható, illetve Szent István királynak a feltételezett szarkofágja, és amely háznak egyébként az udvarán egykor állt tiszafa, az még ma is látszik a Várkörúton, ezt az egyik leszármazottól sikerült néhány évvel ezelőtt megtudni, amikor arra jártunk egy séta során, mondta, hogy hát mi itt laktunk annak idején, pontosabban a felmenők, ő már nem, és hát bizony apuka sokat mesélt erről a tiszafáról, hogy ez valamikor ott állt a háznak az udvarában. Tehát ugye 1938-ra alakul ki magának a romkertnek a területe, ugye több ásatás során ugye kibontják, visszatemetik, egy sétateret csinálnak belőle igazából, amit aztán 30-as évek elején ugye megint csak megbontanak, és aztán fokozatosan alakul ki, és igazából napjainkig is alakul ennek a romkertnek, nemzeti emlékhelynek az arculata. Ha megnézzük ugye itt az 1945 utáni fotón, itt romos állapotban látszik ugye az egykori bővítmény, kápolna bővítmény, amit ugye téglából aztán visszafalasztak, ugye hát az akkori, már akkoriban is korszerű műemlékvédelmi elveknek megfelelően, és hát azért ez a 60-as, 70-es, sőt, talán még a 80-as években is körbejárható volt. Ma már sajnos nem. Különböző közlekedési okok miatt én is szeretek arra felé járni gyalogosan, részben lefedésre került. Én szívesebben nézném meg egyébként. Azt se nagyon bánnám, hogyha néha autóforgalom vagy egyéb lenne, nyilván ez egy másik kérdés. Ugye az egykori prépostság kerengőjének az alaprajza is kivetítésre került a kőben, tehát hogyha koronázó téren járunk, akkor ugye ennek az alapfalait is láthatjuk a kövezetbe vetítve. A koronázó templom történetének a legfontosabb évszámai és eseményei ugye megfigyelhetők itt, hogyha a téren megyünk végig a kis melvét fal mellett, akkor elolvashatjuk szépen ugye innen a városháza irányából indulva a romkert vége felé, és hát gyönyörű maga a mauzóleum, gyönyörű maga a kőtár, ugye a 30-as évek város
városépítészetének egyik nagyon fontos és ikonikus alkotása, és azt is el kell mondani, hogy 1945 után például azt a boltíves kaput, amin nap mint nap áthaladunk nagyon sokan, ugye szinte a romjaiból teljes mértékben újra kellett építeni, hogyha valaki lát erről városi fotókat, akkor érdemes ezt megnézni, hogy milyen volt a kilátás mondjuk az akkori Rákóczi utca felé, és hogy hogyan kellett újraépíteni, de hát igazából a mauzóleumnak, a kőtárnak a területe azért viszonylag épségben átvészelte ezt az időszakot. Ne felejtsük el, hogy valamelyes temető is, hiszen itt az osszárium. Igen. Bocsánat, rátérnék mindjárt arra, csak itt Márknak az eddigi, hogy mondjam, mondataihoz szeretnék kapcsolódni, a kapuzat. Ugye sokaknak ez tűnik, hát ez a várkapu, a városkapu. Soha nem volt ez. Úgyhogy gyakorlatilag kettő, esetleg három városkapuról beszélhetünk, ami középkori eredetű. Amiről úgy nagyjából az emberek tudnak, de mégis viszonylag kevés látszódik belőle, az egyik az úgynevezett budai kapu, a mostani Varkocs szobor környéke, föl van vetítve a kövezetben a Varkocs egykori hős és társainak hősi halálának helyszíne, a másik pedig a palotai kapu, ami nem feltétlenül a királyi palotát, sőt nem elsődlegesen, hanem vár palota irányát jelölte. Tehát abba az irányba lehetett kimenni az első külváros irányába, és hát ez volt a két középkori eredetű kapuzat. Illetve források későbbiek során említenek egy harmadik kaput, csikvári kapunak vagy cigánykapunak is hívták. Na most nyilván ebből azért kiderül, hogy nem ez volt a fő bejárata, hogy így mondjam, az a mostani Szent István téri sarok, vagy az a kijáró, tehát ott az valamikor a török idők során alakult ki, az, ahol most is a Szent István tér kijön a budai útra, és eléri azt a részt, amit te már a belvároshoz nem tartozónak mondasz, mint ahogy a Zicsi-ligetnél, és ha szabadna itt, hadd említsem meg, műemlékvédelmi szakmérnökként engem az eléggé befolyásol a műemlék jelentőségű terület, tehát az, amit hivatalosan annak tekintenek, tehát ami a külön védett terület, na aszerint az a történelmi belváros, amit Márk fölvázolt, az ezzel a két térrel, illetve ezek térfalával és az azt alkotó épületekkel egészül ki, tehát így van a jogi belváros, és hát ahhoz képest, amit te, való igaz, hogy az egykori, középkori belvárosi szigetet, tehát a várost, a várat jelölte. És akkor most vissza elnézést a köszönjük a ezt a kapuhoz. Nagyon értékes hozzászólást. A romkerti kapu, ugye hát azt, mint mondtam, az ott nem létezett kapuzat egészen 1938-ig, amikor a romkert kiépítése során elkészült. Ez a, mondjam így, hogy egy városképileg meghatározó és esztétikailag rendkívül vonzó és látványos hely, de soha nem volt. Sőt, még kijárat sem igazán volt, nemhogy kapuzat, hisz gyakorlatilag ott a városfal volt, sőt, ott volt az első kitüremkedés és az első olyan dolog, ami pont az egyik ostrom során gondot okozott, mert ugye a városfal az valahol egy nagyon picit beljebb a mostani várkörútnál, egy olyan 20 méterrel beljebb volt. Hát a mostani monostor bástya, tehát az a fal, ami záródik, illetve ugye a már emlegetett Mátyásféle sírkápolna, az a dombocska ott a romkerten belül, na az már kitüremkedett az egykori városfalon. Méghozzá az is úgy, hogy mikor Mátyás építette, fogta és kibontatta a városfalat, és kijött. Mátyás halálát követően pedig Miksa csapatai ott törtek be a városba, a még be nem fejezett résznél. Ennyit a kapukról, vagy a kapuzatokról, és hát a temetkezési hely. Arról nem esett szó, 15 uralkodót temettek el.
Szent Imrével, akit nem sorolunk ide, de hát mégis mint trónörököst azért említhetünk. Gyakorlatilag ő akkor került itt eltemetésre, amikor még nem volt befejezve, vagy egy belső építkezés még folyt. És az ő sír helyeként azt azonosították be. A két pillér sor az látszódik elég szépen most is a romoknál, és a második-harmadik pillér közötti rész, méghozzá a déli oldalon, ami ott a járó felülettől látszódik, van egy kis, hát egy gödör, egy sírhely, és az az érdekessége, hogy azt mikor kialakították, hát a különböző falazatok összességéből, meg a romok összesítéséből, az derül ki, hogy mielőtt gyakorlatilag a pillér teljes egészében elkészült volna, egy korábbi pillér mag, majd a közé, vagy bemélyített sírhely, re még ráépült a pillérnek egy külső borítása. És tulajdonképpen ez alapján is sikerült talán beazonosítani, hogy minden bizonnyal ez lehetett a Szent Imre féle. Tehát még a befejezés előtt őt eltemették ide. Majd aztán következett Szent István, és általában a királyi utódok, az uralkodóház tagjai, főurak, főpapok, és hát az igazi utolsó betemetés az teljesen profanizálta szinte, hisz tudomásunk szerint a polgárok, mikor kizárták Varkocs Györgyöt és katonáit, akkor egy ilyen késői, hogy mondjam, nem is tudom, mea culpa nevében a királyi koronázó székesegyházba temették el a katonahősöket, mintegy 200 embert, ha jól emlékszem. És ezért elég nehéz is rendet tartani, hogy így mondjam, meg hát nyilván többször feldulták és a többi. Tehát nem csak királyi csontok vannak itt, vagy voltak, mert ugye ezeket 1984-ben a közös sírba, amit 38-ban helyeztek el, felszedtek, majd tudományos kutatásra elvitték a csontokat, és később, majd a 2000-es évek elején, mikor elkészült az új osszárium, még nem beazonosított módon, de hát azért méltó módon kvázi újra temették, amiknek hát a tudományos kutatás azért folyamatosan zajlik. Ezekről napjainkban hallottunk, hogy most Mátyást próbálják azonosítani a lemenői által, remélhetőleg eredményre is jutnak majd nem sokára. És inkább arról mondanék most már tényleg csak két mondatnyit, hogy miért érdekes módon 30 fölött volt az itt koronázottak száma, és ezzel szemben mégiscsak 15-öt temettek. Hát ennek azért több oka van. Az egyik az, hogy hát egyik-másik csatában hunyt el, tehát volt, akinek a maradványát nem találták meg. Várnai Ulászló, ahogy a lengyelek mondják, tehát ugye a Várnai csatában 1444-ben hunyt el, vagy nagyon sokan úgynevezett saját kegyúri templomaikba, tehát önmaguk által építetett templomok, és történetesen az Árpád háziak közül nagyon sok ilyen volt, például Abba Sámuel, és megint csak folytathatnánk a sor. Első András, Szent László, igen, és hát még lehetne első folytatni. András, aki most emlegetnek oly sokat, hogy a Tihanyi apátság altemplomában van, és hát ott rendezik most a környékét. Tehát ez az oka, hogy nem 40 vagy 31 nehányról beszélünk, hanem csak 15-ről itt eltemetett. Hogyha a Hímerházzal kapcsolatban azt mondhattam, hogy Igari Antal szívecsücske, akkor azt hiszem, hogy Váci Márk szívecsücske, a fekete sas fogadó, majd szálloda, illetve kávéház, étterem, amiről beszélnünk el. Mindenképpen, de én most nagyon keveset fogok róla beszélni. Sokszor beszéltünk már róla, meg fogunk is. Ugye középkori előzményekre megy vissza, a városfal az részben ugye az udvarán húzódik, hiszen a későbbi bővítés során ugye a mai Kóch László utcáig benyúlt a telek, és maga az építmény, az épület együttes ugye kibővítve a későbbi mozival,
átjáróházzal, udvarral és minden egyébbel, tehát ezt most nem is részletezném. Ugye a fénykorát azt igazából a jezsuita előzmények és a különböző polgári tulajdonosok után 1909-től élte, amikor Grósz Bernát vaskereskedő tulajdonába került, és ekkor indultak meg a nagy fejlesztései, 13-ban a mozi építés, aztán a különböző portálépítések, ugye a szomszédos épület a Sas utca 9, ma Ady Endre utca 9, aminek ma egyébként a portál kialakítása éppen zajlik. A családnak volt igazából az egyik üvegkereskedése, tehát nagyon jó helyen volt, és a szomszédos épületet vásárolta meg és fejlesztette. Igazából nagyjából az 1940-es évek elejéig, amikor ugye a család tulajdonából a zsidó törvények miatt ugye elkerült, aztán államosították, lett belőle MHS székház, betöltött különböző katonai és egyéb funkciókat, és most pedig hát több mint 10 éve városi tulajdonban van, és várja a jobb sorsát gyakorlatilag. És legalább 30 éve üresen áll. Mint említetted, beszélni fogunk majd róla, most menjünk tovább. A belvárosban az Arany János utca 12-ben látogatunk. Ez az úgynevezett Budenc ház, de ez meg is fog maradni Budenc háznak, hiszen Budenc József nyelvész valóban élt itt. És ami ugye az érdekessége, egyrészt, hogy ugye ő a Ciszterci gimnáziumnak volt a tanulója, 2 éven keresztül élt itt 1858 és 60 között, majd Szegfű Gyula történész, szintén városunk szülötte is élt a város falai között. Sulc István tervei szerint újult meg 1968-69-ben, és lett belőle az akkori István Király Múzeumnak a kiállítótere, amelyben ugye Ibl Ervinnek, a már emlegetett Ibl Miklós építésznek az utolsó, igaz, hogy távoli, de mégiscsak Magyarországon élő leszármazottja gyűjteménye található meg igazából. Ő volt az a művészettörténész, aki az elsők között, ha nem elsőként készített egy nagy monográfiát Ibl Miklósról, a felmenőjéről. A főutca egyik ékessége és a székesfehérvári kultúra egyik székhelye a Vörösmarty Színház, amely szintén nem régen újult meg, de sok minden nem ment keresztül a jelenlegi állapotáig. A többször is megújult, ugye 1872-74-ben épült fel először. Aztán működött meglehetősen hosszú ideig, ugye az alapkőletételéről egyébként sikerült egy archívfotót szerezni a gyűjteményünkbe, és ezt be is tudtuk ugye most mutatni az imént. Nagyon sok változáson ment keresztül azóta, mióta felépült. Ugye a II. Világháború során megsérült, ez ma is vitatott egyébként, hogy milyen sérülések érték, bár hát ugye korabeli archívfotókon ezért látszik az állapota, de hogy konkrétan mi okozta a sérülést, az gyakorlatilag ma sem tudjuk bizonyíthatóan. Minden esetre azt tudjuk, hogy 1957 és 62 között zajlott a felújítása, illetve átépítése, gyakorlatilag a romokból történő újraépítése, de már egy újrafogalmazott koncepció mentén kialakult gyakorlatilag egy klasszicista, ám de mégiscsak modern épülettömb, ugye egy hozzátoldással, és ugye az az érdekesség, hogy 1962-ben a Csongor és Tünde előadásával avatták újra, tehát nem egy bánkbán előadást hoztak például ide, hogy egy közszínházat újraavassanak, ugye az általában felavató előadás szokott lenni, hanem Vörösmarty Mihály a névadónak a művét, a Csongor és Tündét, aminek ugye a főszerepében Bicskei Tibor, illetve Törőcsik Mari szerepeltek, és hát azért az Ördögfiókák között is Horváth József és Garas Dezső nevét mindenképpen érdemes kiemelni, és sok neves színész megfordult még ebben a darabban, többek között Szabó Gyula is, aki aztán később ugye az első állandó társulatnak oszlopos tagja lett a 90-es évek elején. Bocsánat, és hogyha szabadna az legújabb felújításról néhány szót. Ugye az egyik legnagyobb gondja az épületnek városképileg, vagy többször vitatott, hogy ugye az új technika, tehát színház technika egy jelentős zsinórpadlást igényelt, és hát ugye némileg külsőben, pontosabban ez erőteljesen megváltoztatta, és egy ilyen kicsit panel jellegű vétette az épületet. És mikor sorra került a 2000-es évek elején, hogy felújítják az épületet, tervpályázatot írtak ki, amelynek az volt a lényege a Városháza kiírásában, hogy lehetőleg hát humanizálja, hogy így mondjam, ezt a padlás, zsinórpadlást, és hát végül a tervpályázat során Szőke Dencs Géza nyert,
és méghozzá nagy valószínűséggel azzal, hogy a környező épületekről származó, hogy úgy mondjam, építészeti elemeket sikerült valami módon ráálmodni erre az épületre, és gyakorlatilag egy ilyen kicsit ilyen dunyhaszerű dologgal befedni ezt az egész részt, részben üvegfedéssel is, és úgy, hogy egy sokkal nagyobb hát hátsó színpadrészt még hozzá bővítettek, úgyhogy még kisajátítani is kellett épületeket. És mindezt meg tudta úgy oldani, hogy valóban humanizálta ezt az épületet, mármint a zsinórpadlás részét, bővült, nem ugyanabban a stílben, hanem gyakorlatilag bevállaltan modern hátsó résszel. Itt talán a képen látszódik is az az üveg, ami feloldja egy kicsit ezt a nehezebb megjelenést. Ugyanakkor pedig a belsőben megpróbálták visszaállítani azt a karzatos megjelenést, tehát emeleti karzatokkal, ami eredetileg volt, és hát azóta mondhatni, hogy sikeresen működik a színház. Menjünk tovább, hiszen a színházról is nagyon sokat tudnánk még beszélni, és ahogy ígérgettük, mindennel kapcsolatban itt is ezt tudjuk tenni. Ott van a szomszédságában a Magyar Király szálló, aminek szintén igazán szép történelme van. Hát ugye a Schmidek Tamásnak a majorjához tartozott ez valamikor, és aztán a Schmidek családnak az épületeként épült fel először egy postai épületnek a helyén igazából. Aztán az Icsi grófi család vásárolta meg, és hát különböző átépítések történtek. Most éppen az archív fotón azt látjuk, hogy 1927-ben hogyan alakult át ennek a Magyar Király szállodának a kinézete. 1870-től működött egyébként szállodaként, hotelként. Ugye láthattuk itt a Zicsi-liget felőli oldalon a Schmann József típus terve alapján készült transformátorházat, illetve egy Ford szalont is láthatott, aki eléggé szemfüles volt. 1926-ban ugyanis itt nyílt egy Ford szalon, az egyik bővítményében ennek a szállodának, és hát természetesen saját kávéházzal is rendelkezett, saját képeslapot is adtak ki, és hát ennek a szállodának is azért több átépítése, bővítése volt természetesen, és voltak nagyon jellegzetes ablakrácsai, amelyeket például még Kabáci Szilárd annak idején közelről fotózott. Én nagyon sokáig nem jöttem rá arról a közeli fotóról, hogy ezek az ablakok vajon hol találhatók, és aztán egy nagyobb fotóról sikerült beazonosítani. Sajnos ezek ma már nem találhatók meg, de a szálloda az ugyanolyan nívósan működik továbbra is. És a történetéhez, ha szabadna, egy nagyon picit visszatérve a Romkerthez, vagy a nemzeti emlékhelyhez. Ugye mondtam, hogy, vagy mondtuk, hogy a köveit mindenfelé elhordták. Na, a Magyar Király szálloda volt az, ahol két óriási követ, nagy kváder követ sikerült befalazni. Hogy került elő? Egyszerűen villanyszerelési munkák során szerettek volna egy tokozott szekrényt, egy randát belerakni az épületbe, és furtak, és nem megy. Hát kiderült, mikor jobban leverték a vakolatot, hogy ott a nagy kváderkő, és a kőben nem óhajt elmenni a fúró, vagy alig. És erre az lett, hogy a végén sikerült kibányászni, és két nagyon szép faragott, méghozzá figurálisan faragott. Az egyik Dániel az oroszlánok között, a másik pedig a bukott angyalnak, tehát ugye az ördögnek, a Belzebubnak a létrejötte, és ez a két kő került innen ki, az ingyen kőbányából jött valamikor. Ezek azok a titkok, amelyekről beszélünk, bizony, amelyek kiderülnek. Bocsánat, ez saját szememmel már itt dolgoztam, a 80-as évek elején került ez valamikor elő, majd aztán a nagy felújítás, az pedig szintén 2000 környékén zajlott. Nem végszavazni akartam, mert mindenképpen beszélnünk kell még ebben a műsorban a Pelikán teremről is. Hiszen a színházat említettük, valamelyest kapcsolódik is hozzá a Pelikán terem a Kossuth utcában. Hát nem is kicsit, ugye gyakorlatilag az első hely volt a városban, ahol színjátszás zajlott igazából. Ugye a reformkori színjátszás az itt kezdődött Fehérváron, az úgynevezett Győri házban, és ennek a Győri háznak az úgynevezett szálájában
zajlottak az első színi előadások, és aztán az 1870-es évek elején ez az úgynevezett szála összedőlt, és akkor egy másik helyet kellett keresni, úgyhogy több helyen is játszott az éppen akkor itt vendégeskedő, illetve részben Fehérváron szerveződött társulat, de a reformkorban nagyon fontos esemény például az, hogy 1842-43 terén ugye Borostyán néven Petőfi Sándor is itt vándorszínészkedett. Hát van, akinek ez nagyon fontos nyilván. Petőfi szempontjából is nagyon fontos. Nagyon sok Petőfi emlékhely van, néha én is soknak tartom nyilván. Tehát itt vendégszerepelt, a Fekete Sasban szintén fellépett egyébként ebben az időszakban, illetve az akkori Magyar Királyban is zajlottak színi előadások, tehát közvetlenül a későbbi színház épületnek a szomszédságában, tehát keresve se lehetett volna jobb helyet találni az új színháznak, mint éppen ezt a helyet, ahol éppen a szomszédban ugye színi előadások zajlottak, és aztán ugye később is a művészeti életnek egy nagyon fontos meghatározó helye lett, hiszen a Fehérvári Művészek Társasága a mai napig itt működik, és ugye itt található meg a Vörösmarty Színháznak a kamara terme is, ahol ugye a kamara előadások zajlanak. A 19. század elején teljes mértékben egy soklakásos és nem túl komfortos lakásokból álló bérházzá alakult. Emiatt volt egy kedves beceneve, Chicagónak hívták. Nyilván nem kell lefordítani, hogy miért. Az egyik ilyen TDK dolgozatomban néztem, hogy gyakorlatilag a belvárosban ez volt a legtöbb, most a történelmi épületeket figyelme, legtöbb lakóval rendelkező épület. Ez is az úgynevezett Kossuth utcai tömbrehabilitáció keretében újult meg, akkor ez még működött, gyakorlatilag a 70-es évek közepe táján, akkor sikerült kitisztítani az udvarát, és akkor került bele ismételten, hát a mostani Pelikán udvar nevet involváló színpadtér, illetve hát később a földszintjén az a rész, ami aztán a további bővítések során egy ilyen átjáró kis szárnyá is vált már a Kossuth tömb belseje felé. És megint elfogyott az időnk, de hát említettük, hogy a belvárosról bizony több műsort is hallhatnak, láthatnak majd a nézők itt a Fehérvár Televízióban, úgyhogy vissza fogunk térni két hét múlva. Én nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, Igari Antalnak és Váci Mártnak ezt a sok értéket, amit megosztanak velünk, és köszönjük természetesen a Városházának a helyszínt, illetve a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak. Városrészek titkaival legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!